Gyertek nyugodtan közelebb, mert a mennyasszony a hídról fogja majd eldobni. Norbi, őszintén gratulálok, mert Betty és szeretném, hogyha kiválasztanátok négy embert, aki a négy kereket szimbolizálja, aki ilyen olyan, ezt a gyereket nem. Vagy igen, de az vicces lesz. Ja, és azt nem mondtam, hogyha hibázik valaki, az elejéről indul a történet. Erre a kocsis így válaszolt. Igen, királyom. Ló ditani nem szokta. Én ezt megértem. Na jó, akkor kihúzzuk az első nevet. Jó? És a név? Julius Cézár. Julius Cézár, gyere ide! Tapsoljuk meg! Normál esetben ilyenkor most kapnál egy ajándékot, igaz? Ez lenne normális. Van egy kis csavar a dologban sajnos, ugyanis mielőtt megkapnál az ajándékot, csinálnod kell egy feladatot. Jól van. Akkor elmondom, mi lesz. A feladatra a következő. Bemész oda középre, addig forogsz, amíg 10-ig elszámolok. Rámutatsz egy ember, és annak adnod kell egy puszit. Belefér ez? Csukott szemmel, igen. Hát középre menj be, igen, hogy tudjál mutatni. Mondjuk itt megállsz, és 10-ig együtt elszámolunk. És így, de gyorsan forog. Ne vagyok gyorsan, ez rossz ember. És megkapod az ajándékot, ezt is csukott szemmel kell húzni, a fekete zacskó egy csomó kasztolgat. Egy csomó, de jó. Mici mackó. Te vagy Mici mackó. De jó. Mici, mit? A mézet tetszik szeretni? Nem? Ez nem is, srácok, ez nem Mici mackó. Fel akar minket verni. Elmondom, mit kéne csinálni. Ja, persze. Itt van egy nagyon tehetséges zenész hölgy. Adok egy filcet, és meg kell kérni, hogy adjon egy autogramot. Hova adjon autogramot, gyerekek? Kezére, adjon a kezére, tetszik kérni egy autogramot? Igen, hát nem az enyémre, igen. Eredetileg a terv az volt, hogy tetoválás, de ne beszéltek a szebbiek, hogy azért azt mégse. Ennyi, akkor azt mondjuk, igen. Én is most nekem is megy Anna tetkom, azonban Annákkal jár. Nincs mit csinálni. Tapsoljuk meg, ha megcsináltak a feladat a hölgy. A Mici mondanak semmi, csak nem számokat, húzunk el a neveket. Tessék húzni egy ajándékot. Azért vagyok, hogy nézzenek, mert nem biztos, hogy látják már az idősebb ajándékot. Szömörce őrölt! Ez micsoda? Senki nem tudja, hogy mi ez. Gratulálok! Használja egészséggel! Bárkire! Facebookozik többen. Hallod? Ki költ több pénzt? Ki szerette volna jobban az
és a srác, aki az egészet létrehozta. Kettőnk álmából épít.